Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható augusztus hónapban a nyilas jegyében születetteknél? Ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Ez egy általános kivetés, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást álnéven, a díjam 3500 forint. Először is megtekintjük azt, hogy mit üzennek a csillagok az indiai asztrológia, az indiai számítás szerint. Vénusz bolygó, azaz ikrek jegyében van, és ez pontosan szemben áll a nyilas jegyével. Itt tükröződik valami. Vagy rólunk, hölgyekről van szó, hogy mi mutatunk ki valamit, vagy tükröződik valami a párkapcsolatot illetően, és bele kellene nézni ebbe a tükörbe. Ez a szemben álló helyzet, tehát a nyilas jegye és az ikrek jegye, ez olyan, mint egy mérleg. Itt mérlegelni kell a dolgokat, kell egy középpont, egy középút, és itt van egy aranyszabály. Ne túl sokat, ne túl keveset. Merkur bolygó az utal a cselekvésekre, a kommunikációra, a tudásra, a tanulásra, az oroszlán jegyében van, a tűz elemében. És a nyilas jegye szintén a tűz eleméhez tartozik, tehát itt megvan a harmónia. Az is lehet, hogy itt lesz egy jó hír, vagy egy előnyös szerződés. Mars bolygó jelenti az élet erőnket, vagy a férfiakat. Mars bolygó az a kos jegyében van, és itt otthon érzi magát, hiszen Mars bolygó uralkodik a kos jegye felett. A kos jegye ugyanúgy, mint az oroszlán jegye, ugyanúgy, mint a nyilas jegye, a tűz eleméhez tartozik. Itt megvan az akció, a lelkesedés, előre mennek a dolgok, van bátorság, kihívások ellen is. Augusztus 12-én teli hold van, és ez a teli hold megvilágít valamit, tisztán kell látni a dolgokat. Itt komoly célokról van szó, az a lényeg, hogy meglegyen a bizalom, a türelem, a kitartás, nem szabad feladni a céljainkat. Augusztus 27-én új hold van, ez jelenti a visszahúzódást, a meditációt, és ez az új hold Regulus csillag hatása alatt áll. Régen Regulus csillag a szimbolizálta a királyokat, az uralkodókat, és szerencsét hozott nekik, minden esetre ők ezt így látták. Regulus az az oroszlánnak a szíve, tehát szimbolizál ilyen szív ügyeket is, ahol nem csak a szerelemről van szó, hanem mindarról, amit mi kedvelünk, amit vagy akit mi szeretünk. Augusztus 1-én Uránusz bolygó és Mars bolygó együtt hat. Uránusz bolygó hatása alatt mindig vannak változások, és mivel itt Mars bolygóról van szó, a férfiaknál lesznek ezek a változások. Augusztus 24-én Uránusz bolygó megáll, utána visszafele halad, és ez utal a múltra. Az lehet, hogy valaki gondol rád a múltból, visszatér hozzád, és ezáltal lesznek változások. És most megnézzük a képeket. Ha egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható. A lelki társad itt van mögötted, de ez a férfi utal a férfiakra is. A fölötted lévő kártyák jelentik a gondolataidat.
Tehát, ha egy hölgy vagy, akkor itt ezek a kártyák utalnak a gondolatokra, a tervekre. A felhő azt jelenti, hogy itt valami átláthatatlan. Hiszen a háttérben megjelenik ez a kígyó, és ez jelenthet egy hölgyet. Ez a hölgy megbántott téged fél évvel ezelőtt. Mivel itt van a barátság, ez lehet egy barátnő is. Viszont a kígyó mellett ott van a hold, és az gyakran utal az anyukára. Tehát lehet az anyukád is. Az is lehet, hogy mindkettőről van szó. Itt az utak jelentik a döntéseket. Itt vannak lehetőségek. Te hozol fontos döntéseket. Ez a hölgy szeretne veled valamit tisztázni, hiszen a kála virág utal a tisztaságra. És én úgy gondolom, hogy megbántott téged, ő ezt megbánta, visszatér hozzád, és szeretné tisztázni a dolgokat. Te fogsz döntéseket hozni, hogy megbízol-e benne, igen vagy sem. Mivel a kutyánál a hűségről is szó van, ezen is elgondolkozol, hogy ő vajon hűséges-e, igen vagy nem. Ebben az esetben szintén a kígyóról, tehát egy nőről van szó. Ő megjelenik itt a háttérben és gondol rád, hiszen feléd figyel, egy vonalban álltok, megvan a kapcsolat. És ez az időszak, amikor ő visszahúzódott, nem jelentkezett, ez elmúlik, hiszen a kasza elvágja ezt az időszakot, ezt a csendes időszakot, ezt a visszahúzódást. Sőt, a kasza elvágja a kígyót, és eltávolítja ezt a nőt a háttérből. És ő szeretne szintén valamit veled tisztázni. Hiszen a kála virág utal az ártatlanságra, a tisztaságra, vagy arra, hogy ő szeretne valamit rendezni veled. Itt az utakról, tehát az irányról van szó, hogyan tovább, melyik irányba. És természetesen a szív ügy dolgairól van szó, hiszen ez jelenti a szerelmet kettőtök között. Itt lesz egy jó hír, egy kellemes meglepetés. Ez a virágcsokor jelenti a te külsődet, kisugárzásodat, a nőiességedet is, és ő így lát téged, erről ő beszámol, hiszen itt van ez a jó hír, ami szerencsét hoz. A fa jelenti azt, hogy oda szeretnél érkezni az életben, ahol úgy érzed, hogy le tudsz gyökerezni. Ez a munkahelyed, hiszen ez a kártya jelenti a munkát és a hivatást, itt is döntésekről van szó. Ez a kártya kihat a házra is, ami jelenti az otthonodat, a családot. Ez a kártya kihat a szerelemre is, hiszen egy vonalban van a szívvel. Tehát kell a biztonság érzete az otthonodat illetően, a párkapcsolatot illetően, és a munkádat, a hivatásodat illetően is. Ez a fa jelenti a gyógyító erőt, lehet, hogy ezen a területen szeretnél dolgozni, és itt lesznek fontos döntések, ami szerencsét hoz, és itt láthatóak a szerződések. A kígyó az nem csak egy nőt jelent, hanem a gyógyító erőt. Lehet, hogy fél évvel ezelőtt voltak itt még fájdalmak, hiszen a felhő fél évet jelent, és az ostor a fájdalmat, ez lehetett egy betegség is, de megjelenik a gyógyító erő, javulni fog a helyzet. Ami az ő gondolatait illeti, az megjelenik itt fölötte. A csillagkép a szerencsét jelenti, vagy azt, hogy ő
most egy spirituális irányba tekint. Itt van hit és bizalom, erre utal ez a kereszt. De lehetnek vallási témák is, spirituális dolgok vagy vallási témák. Amit ez a kereszt még jelent, egy találkozást, amikor a sors utatok kereszteződik. Vagy jelenthet döntéseket ugyanúgy, mint az utak, hiszen ő elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, melyik irányba. És itt a park jelenti a nyilvánosságot, az elismeréseket is. Fél évvel ezelőtt itt még voltak fájdalmak, mert nem kapta meg azt az elismerést, amit ő szeretett volna. Itt voltak nehézségek, és ez a hegy nem csak a problémákat jelenti, hanem a téli hónapokat is. De most szerencsére lesznek változások, amire a gólyák utalnak. Különösen, ami az anyagiakat illeti, hiszen a halak a pénzt jelentik. Itt van a szerencse, itt van a kapcsolat, és ezek által, a kapcsolatok által lesz itt szerencse az anyagiakat illetően. Mögötte megjelenik ez a torony. Ez jelenthet hivatalos dolgokat, egy bírósági ügyet. Mivel itt van a közelben a koporsó, ez lehet egy örökösödési ügy is. De azért neki óvatosnak kell lennie, hiszen itt a torony mellett, illetve egy vonalban a toronya, megjelenik a ravasz róka, és az utal hamis döntésekre, vagy arra, hogy valaki megpróbálja őt becsapni, különösen ami az anyagiakat illeti. Sőt, itt megjelennek az egerek, és a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Az egerek eltávolítanak bizonyos kártyákat. Augusztus közepétől fogva, augusztus végéig, az egerek el tudnak valamit távolítani a halakból. Tehát, ami az anyagiakat illeti, pénz, veszteség. Itt van a hamisság, valaki megpróbálja őt becsapni, tehát legyen óvatos, és vigyázzon az anyagiakra. De az egerek eltávolítanak negatív kártyákat is, itt a korlátozásokat, vagy ezeket a hivatalos dolgokat, és az egerek eltávolítják ezt a hamisságot, vagy ezt a hamis szemét. Mégis fontos, hogy közöljem veletek, hogy az egerek a pénzből is el tudnak távolítani valamit. Itt lesznek lehetőségek, itt látható a remény, tehát javulni fog a helyzet, és a gólyák jelentik ezeket a változásokat. És most megtekintjük az egyes heteket. Első hét augusztus hónapban itt látható. Lesznek fontos döntések. Egy jó hír vagy egy előnyös szerződés. Fél évvel ezelőtt valaki megbántott, ez most úgy rendeződik, vagy te gondolkozol el ezeken a dolgokon, és te szeretnéd ezeket a dolgokat tisztázni. Itt meg lesz a nyilvánosság, az elismerés, fontos döntések, egy új irány. A nehézségek elmúlnak, különösen, ahogy te ezt a téli hónapokban áttélted, itt vannak a változások. Második hét, augusztus hónapban, itt látható a gyógyító erő, a szerencse, és itt vannak baráti kapcsolatok, de te nem tudsz mindenkiben megbízni, hiszen valami itt olyan átláthatatlan, itt van ez a felhő, és valaki megbántott téged, vagy valaki meg akar bántani téged. Légy azért óvatos, különösen ami a barátságokat illeti.
itt lesz gyógyító erő, és a szerencse, vagy egy spirituális terület, jó kapcsolatok, ami a spirituális utat illeti, de ez a gyűrű jelenthet szerződéseket is, vagy azt is, hogy ő visszatér hozzád. És ami az anyagiakat illeti, itt augusztus elején, augusztus közepéig megvan a szerencse, megvan a nyeremény, de augusztus közepétől fogva azért légy óvatos, itt lehet veszteség vagy kiadások. Harmadik hét, augusztus hónapban itt látható. Ő feléd tekint. Ez a visszahúzódás elmúlik, hiszen a kasza elvágja ezt a koporsót. Szerencse a szerelmi élet területén. Itt tisztázódik valami, fontos döntéseket hoztok, itt lesz mozgás. Itt a ház körül is szerencse van, itt látható a négy levelű lóhere, a szív, tehát mindaz olyan szívből jön ezek a családi kapcsolatok. Azon kívül a munkát, a hivatást illetően ez lehet munka otthonról, vagy egy magáncég kialakítása, egy új kezdet, itt is látható a szerencse és a sikerek. Itt a háttérben megjelenik ez a torony, ezek a korlátozások, hivatalos dolgok, egy bírósági ügy, de ez elmúlik, mert az egerek eltávolítják a tornyot. Utolsó hét, augusztus hónapban itt látható egy új kezdet, sikerek, mozgás, tanulás, kommunikáció. Itt van az életerő, kinyílik egy új ajtó számodra, itt van a remény, külföldi kapcsolatok, utazások, és ez a hamisság elmúlik, hiszen az egerek segítenek abban, hogy eltávolítsák ezt a kártyát, ezt a ravasz rókát. És én kívánok neked minden jót, nagyon sok szeretettel, Denderrel!